Foglaljatok helyet a hit csarnokban. Azt hiszem, hogy vannak még székek, tehát foglaljatok helyet. De ha nincsen, akkor állva is lehet figyelemmel kísérni az Isten tiszteletünket. A televízió képernyő látható telefonszámokon keresztül lehet az Isten tiszteletünk alatt üzeneteket, kérdéseket, észrevételeket tenni, sőt tanácsokat is lehet kérni. Talán ez a mai összevetel az 50. összevetelünk a Vidám Vasárnapon az atv -n. Nézzünk meg néhány kérdést, üzenetet, pár hónapja nézem a közvetítéseket, emberközeliek, érthetőek a magyarázatok, minden jót kívánok, kitartó munkájukhoz Katalin Miskolcról. Gondolom nem csak nekem jut eszembe, hogy vajon a ne ői parancsolat tiltja-e halálbüntetést is, Hallottam a tévében, hogy egy püspök a békesség nevében ellenezte a terroristák elleni háborút is, mert a gonosz jóval kell legyőzni. Oszama úr és társai azonban nem ismerik, vagy nem akarják betartani ezt a parancsolatot. Érdekelne, hogy ön szerint meddig mehet el egy ország ezekben a kérdésekben. Tehát a ne ő, illetve a halál büntetéssel kapcsolatosan ezen belül is a terroristák elleni háborúra kérdezett rá a kedves televízió néző. A Noéval kötött szövetség is lehetővé teszi az önvédelmet, tehát abban az esetben, amikor az emberi életet kell megvédelmezni, gyilkos szándékkal szemben, vagy gyilkosokkal szemben, akkor az államhatalom alkalmazhat erőszakot hogy a polgárait védelembe részesítse. Én azt gondolom, hogy a terroristák elleni háborúra is ez az alapelv érvényes. Nem szabad elfelejteni, hogy Isten országa még nem érkezett meg a Földre, csak szellemi szinten érkezett meg a názareti Jézus Krisztus eljövetelével, de látható módon majd a jövőben fog eljönni. Amikor látható módon eljön Isten országa, akkor a nemzetek, Izajás proféta ala szerint nem fognak hadakozást tanulni, a fegyverekből mezőgazdasági eszközöket fognak készíteni, és békesség lesz a Földön. Tekintettel arra, hogy most a hit korszakában élünk, és az embereknek joguk van elutasítani az evangéliumot, ezért fönnáll a megváltás előtti állapot és helyzet a világban. A, meg, a kegyelmi állapot csak ott van, ahol a názareti Jézus Krisztus szabad akarat alapján, döntés alapján elfogadják az emberek megváltójuknak és szabadítójuknak. Tekintettel arra, hogy a világ nem ismerte meg a názareti Jézust, ahogy mondja ezt János, az Evangéliumában, ezért az államnak joga van, a Noéval kötött szövetség alapján a hatalmát gyakorolni és a polgárait megvédelmeznie a gyilkosokkal szemben. Terroristáknak pedig nyílt célja, hogy polgárokat ö ö ö ö ö akarnak megölni, ez a szándékuk ráadásul polgári embereket akarnak megsebisíteni, azért, hogy félelmet keltsenek az emberekbe, illetve kikényszerítsenek olyan politikai vagy más egyéb változást a világban, amely az ő érdekeiknek vagy elképzeléseiknek megfelel. Természetesen, hogy az ilyen kihívásokkal szemben az állam nem foglalhat el egy semleges magatartást, tehát az egyik nagyon fontos küldetése, az emberi életnek a védelme, amikor uh, ilyen uh, csoportokkal szemben használ az állam erőszakot, akkor uh, az államra uh, uh, nem vonatkozik az a uh, erkölcsi értékítélet, hogy, hogy gyilkosságot követ el, mert uh, az ember, az, különösen ilyen szervezett formában az állam felelős az állampolgárainak a biztonságáért, életéért tehát az új szövetségben is ez a helyzet áll fenn, ezért mondja Pálapostól, hogy engedelmeskedjenek az emberek a hatalomnak, mert Isten szolgái a javukra, azért van kard az oldalukon, tehát fegyver használathoz még megvan az isteni jog, joguk, a világrendet másképp nem lehetne föntartani sokkal nagyobb baj származna, ha erről a jogáról az állam lemondana, mint a hatalomnak a gyakorlásából. Tisztelt lelkész úr, nekem semmi bajom a zsidókkal, de azt nem értem, hogy miért válaszolnak a palesztin merényletekre, ez vajon összhangban van a törvényel? Igen, összhangban van a törvényel, a törvény is lehetővé teszi az önvédelmet, tehát az izraeli államnak nagyon-nagyon fontos feladata, hogy a polgárait megvédelmezze a terroristákkal szemben. Tehát itt az a kérdés, hogy egy-egy akció ebbe tartozik-e önvédelmi kategóriájába, vagy pedig más el nem fogadható kategóriába tartozik. Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést kell minden ügyel illetve ilyen büntető akcióval kapcsolatosan vizsgálni. Ön azt állította, hogy az előző adásban, hogy csak az atyához lehet imádkozni. Ezek szerint nem ismeri az üdvözlégyet, mert különben nem mondana ilyen. Tehát a Lukács evangélium első fejezetében található meg az a köszöntés, amit Mária-nak Mária mondott Erzsébet. Ez hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem imaforma, hanem köszöntés, dicséret. Ugye Efézus írt levélben is Pálapostól azt mondja keresztényeknek, hogy egymás között zsoltárokban beszéljenek, dicséreteket mondjanak egymásnak, tehát ez az ószövetségi zsidó kultúrában ez egy elterjedt kommunikációs forma volt, hogy amikor az emberek egymással találkoztak, akkor megáldották egymást, és az áldás formája tartalmazta a dicséretet, köszöne, köszöntés tartalmazott, hálának a kifejezését tartalmazta, tehát eredetileg az üdvözlék az egy köszöntési forma, ha tetszik, ember mondott egy Zsolt, zsoltárt egy embernek, tehát Erzsébet Máriának. Tisztelt Nébet amikor Jézus arról beszél, hogy más akolban is vannak juhai, vajon más civilizációk élő lényeire gondolt, vagy a Föld más tájain élő emberekre? Én azt gondolom, hogy elsősorban a megváltással kapcsolatosan említi ezt a János Evangélium, itt valóban a Földön élő emberekre, emberi közösségekre gondol Istenek a beszéde, de a, a, nem szabad elfelejteni, hogy különböző angyali rendek vannak a világ mindenségben, és ezeknek az angyali rendeknek is a vezetője, a mesiás, mert a názereti Jézus föltámadása után az atya őt felmagasztalta, és a fejedelmek fejévé tette. Ami, és az eredeti kifejezés, amikor a, a fejedelmem szót használja, nem pol, politikai vezetőkre céloz, hanem, hanem szellemi lényekre gondol olyan angyalokra, akiknek uralmi térségük van, és ebben, és ez, itt ezeken a szférákban hatalmat gyakorolhatnak. Tehát ezek is, ezek a területek is alá, alá vannak rendelve nánzereti Jézus Krisztusnak az új szövetség állítása szerint. Mikor tudhatja a, a megtért hívő kereszténynek az ember magát? A iten kívül mit kell még tenni tisztelettel? Lajos nevezetű kedves televízió nézőn kérdezi a felolvasott kérdést. Keresztelő János azt mondta, hogy teremétek meg a megtérésnek az, megtéréshez illő gyümölcsöket, tehát igazából a gyümölcsök jelzik egy embernek a kapcsolatát, közösségét Istennel, rendkívül fontos a Isten igéje alapján bűnnek ítélt cselekedetektől való megtérést. Tehát aki már hisz, az megtért, mert az, az, a Bibliában a bűn és a hit az összeegyezhetetlen dolgok. A bűn az pontosan a hit e, e, valóságának az ellentéte, tehát egymást kizárja a kettő. Ezért mondta Jézus, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, tehát a hitnek az előfeltétele, hogy az ember megtér azokból a dolgokból, cselekedetekből, felfogásokból, amelyek ellentétben állnak Isten gondolatával, törvényével és beszédével. Ezeke, ezt a változást pedig az ember kifejezi cselekedetekben, tehát a magatartása mindenképpen tükrözi ezt a változást. A koncert hallgatása végeztetek, menjetek el egy csendes templomba, is tegyétek rendbe a lelketeket, kéri egy kedves televízió néző. De hát... Különböző ízlések vannak vallási szférában is, természetesen is mindenkinek tiszteletbe kell tartani a meggyőződését, de bátorkodom megjegyezni, hogy az új szövetség szerint az emberi test, a Szentléleknek a temploma abban az esetben, hogyha a Szentlélek lakozik benne. Tehát mindenféleképpen az emberi életet és az emberi testet kell megszentelni, és ezt kell rendbe tenni. Én azt gondolom, hogy ez a munka zajlik évek óta a híd gyülekezetében, és ezt fogjuk tenni a jövőben is. egy következő vélemény. Így szól, véleményem szerint azok is elkövetik a neői parancsát, akik lelketlen vádaskodásaikkal a halálba kergetik fele barátaikat. Ölni nem csak kézzel lehet, hanem a szeretet megvonásával is írja egy kedves televízió néző. Természetesen egyetértünk ezzel a megállapítással. A, az utolsó összevetelünknek a végén, igaz, hogy nem volt sok idő már, ki is léptünk a, műsoridőből, a Máté Evangélium 5. fejezetére utaltam, ahol a názereti Jézus Krisztus a gyilkosságot kiterjeszti szellemi szintre is. Először azt állítja, hogy aki haragszik az ő felebarátjára ok nélkül, az ítéletre méltó. Itt az eredetiben egy tartós haragról van szó, tehát olyan, Negatív indulati magatartásról, amely tartósan jellemzi egy embert egy másik emberrel szemben. Utána két olyan kifejezést használ Jézus, amely a verbális erőszakra vonatkozik, tehát nyelven is lehet igen ölni, de ennek ellenére felhívom a figyelmet, hogy ha tisztában vagyunk azzal, hogy a verbális erőszak micsoda nagy károkat tud okozni az emberek lelkében, szellemében, testében, sorsában. Ennek ellenére nem szabad az embernek kiszolgáltatnia magát, tehát nem kell hagynia, hogy bele kergessék a halálba verbális erőszak által. Joga van az embernek a verbális erőszakkal szemben is védekezni. Ezzel kapcsolatosan nagyon sok ö, 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 instrukciót tartalmaz a Biblia, Például a Dávid Zsoltárainak jelentős része arról szól, hogy Dávid védekezik a, a személyét illető vádaskodásokkal, szidalmakkal, rágalmakkal szemben. A verbális erőszaknak a leggyakori formája, tehát a szidalom, az átok, a káromlások, többnyire ezekben nyilvánul meg a, a, az emberi szívben lévő gyilkos indulatok, és amikor az emberek ilyen e, e, dolgokat fogalmaznak meg az embertársaikról, akkor az embertársaikat egy nagyon erős, romboló, pusztító erőnek a nyomás alá helyezik, amelyek leépüléseket okozhatnak a lelki, szellemi állapotába az embernek, de fizikai területen is eredményezhetnek betegségeket. Tisztelt elkészül, érdekelne, hogy van-e olyan teológiai iskola, ahol ilyen alapossággal és szemlélettel tanítják a Szentírás, és a igen, arra hol lehet jelentkezni, köszönettel balás, egy érettségi előtt álló gimnazista. Hát reklámozni nem akarom, de van egy, ö, vannak természetesen ilyen például a Szentpál Akadémia is. Kedves lelkész úr, ön azt mondta az adás elején, hogy a mennyben nincs házasság, de azt olvastam a Bibliában, hogy volt idő, amikor az angyalok jöttek le a földre, összeházasodtak az emberekkel, akkor megváltoztatták a természetüket. Tehát, ahogy a kérdésben is szerepel, nem a mennyben házasodtak meg az angyalok, hanem az angyalok elhagyták a, 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 a helyüket, és leköltöztek a földre, és összeházasodtak hölgyekkel. És ugye ezekből a házasságokból óriások, nefilimek születtek, akik elterjesztették a földön a szexuális perverzitásoknak a különböző formáit, illetve az erőszakot. Természetesen megváltozott a, 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 az angyalnak a természete, amikor az Isten akaratával, vagy az Isten által kijelölt rendből eltávozott, mert pontosan az angyaloknak az egyik fontos feladata, hogy a világ rendet őrizzék, természetesen nem csak földi szinten, hanem a világ mindenségnek, az univerziumnak más szféráiban is. Úgy tűnik, hogy, hogy egy vagy legalább kettő ilyen szinten, angyali szinten történt lázadás a mindenható Isten ellen, és részben a földi pol, ö, problémák is ezzel állnak összefüggésben, hogy az ember teremtése előtt az angyalok által ö, teremtett, lázadó angyalok által teremtett állapotba belekeveredett az emberiség, és ö, részben ezért is ad Isten kegyelmet az emberiségnek, és kínálja fel a názareti Jézus Krisztusban a megváltását, mert a bűnt, a lázadást nem az emberi nem találta ki, hanem az angyali rendben történt az Istennel ellentétes valóságnak, birodalomnak a, a megszervezése, kihépítése. És ugye ennek a csapdájába esett bele Ádám és Éva. Úgy gondolom, hogy ezek a biblia magyarázatok közelebb állnak a modern gondolkodáshoz, érthető, világos az üzenet, nagyon jó a zene is, különösen tetszett a dobszoló. Bár nem értem, miért kell a dobosukat elrejteni egy üvegfal mögé. Távol áll tőlünk a dobosnak az elrejtése, nagyon érdekes személyiség, úgy gondolom, a mi dobosunk, Pascal, aki valamikor az Ergóban nyüstölte a dobot. Most pedig már évek óta itt van a híd és nagyon-nagyon örülünk Paszkálnak, úgyhogy semmiképpen nem akarunk, akarjuk elrejteni az üvegfal mögé, de ennek technikai okai vannak. Milyen családtervezési módszerek egyeztethetők össze a keresztény szemlélettel? Köszönöm a választ. Hát talán most ebben, hogy részletesen nem kívánok belemenni, de vannak természetesen családtervezési módszerek, amelyek összeegyezhetőtök a keresztény szemlélettel, naptármódszer most ne, és más, de ezt egy más összévetelen majd részletesebben megtárgyaljuk. Megnyugodva hallottam az előző adásban, hogy nem ellenzik az aszkéták módjára a testápolást és az ékszerek viselését. Hát nem így nézünk ki, mintha elleneztünk érdekelne, hogy ide sorolják-e ma oly népszerű tetoválásokat és test, esz, test is köszönettel Ákos. Nem. A test tetoválása és a test égszere, hát attól függ, hogy hol van, nem ide tartozik. Ezt a törvény tiltotta Izrael fiai számára, nem engedte meg a törvény, hogy az izrael fiai megégessék, tehát jegyeket égessenek be a bőrükbe, és ugyanakkor nem engedte meg azt sem, hogy a bőrüket megvagdalják, mert az emberi test, még egyszer mondom, elsősorban nem a reklámfelület, hanem az Isten jelenlétének a temploma és az ikon, tehát emlékeztek rá azt mondtam, hogy az ember az ikon, tehát az Istenek a képmása. Tehát mivel hogy Isten teremtett bennünket, egy nagyon nagy művész kezének a munkái vagyunk, a legnagyobb művész teremtett bennünket. Ugye általában a nagy művészeknek az alkotásaiba nem szoktak belekontárkodni. Tehát javítgatni a dolgokat, vagy legalábbis az instrukcióit. A művel kapcsolatosan az utódok figyelembe szokták venni. Tehát a, a, a nagy művész, a mindenható Isten adott instrukciókat az emberi test ápolásával kapcsolatosan is, ide nem tartoznak a tetoválások, és bizonyos módon, tehát bizonyos helyeken a test ékszerek sem, meg a különböző vagdalások sem. Tíz parancsolat csak a házasságon kívüli szexuális érintkezést tiltja, vagy a nemi élet egyéb formáit, például a maszturbációt is, kérdezett egy kedves televíziónéző. De hát ma ez az izgalmas téma ö, szerepel a napi rendünkön, tehát ö, ö, erre a kérdésre azt kell mondanom, hogy igen, a szexuális érintkezésnek mindenfajta olyan formái tiltja a Biblia, amely. Nem összeegyezhető Isten tökéletes akaratával, de nézzük meg most a második Mózes könyv 20. részének a hetedik parancsolatát, a hetedik parancsolatát, amely így szól Károli Gáspár fordításában, hogy ne paráználkodjál, illetve ö, ö, szeretnék egyből egy korrekciót megfogalmazni. Az eredetiben nem a paráznaság kifejezés szerepel, hanem a házasságtörés szerepel. Tehát az eredeti ige úgy szól, hogy ne köves el házasságtörést. Természetesen, hogy ezt a korrekciót megtettük, és az eredeti szöveg alapján határoztuk meg a hetedik parancsolatot, ez nem jelenti azt, hogy a paráznaság nem bűn. De a házasságtörés és a paráznaság között különbség van. A paráznaság a házasság előtti szexuális kapcsolatokra vonatkozik, a házasságtörés pedig már a házassági viszonyban, szövetségi, elkötelezett viszonyban lévő embernek olyan szexuális kapcsolata, amivel megtöri a házastársi hűséget, a házastársi szövetséget, tehát ezt nevezik házasságtörésnek, tehát a tíz parancsolatban konkrétan a házasságtörés szerepel. De hangsúlyozni szeretném, hogy a törvénykönyvben nem csak a tíz ö, ö, parancsolat szerepel, hanem ez a tíz parancsolat, tíz ige, a törvénynek a szíve, a törvénynek a lényege, és ezeket a alapvető erkölcsi, szellemi normákat még a törvény kiegészíti más tilalmakkal, normákkal, követelményekkel. A hetedik parancsolat azért izgalmas, mert talán ez ellen van a legnagyobb lázadás ma is a világban, de nem csak a világban, hanem a keresztény világban is jellemző, kimutatható, hogy a hetedik parancsolattal, nagyon-nagyon sok keresztény hát hadi láblon áll. Pedig ez a parancsolat rendkívül fontos. Annak ellenére, hogy látjuk, hogy ma is úgy tűnik, hogy az egész ország egy nagyon agresszív szexuális átnevelése esik át, és ebben a, 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 a érában a szexuális propagandának egyik célja az, hogy bebizonyítsa azt, hogy az Istenek a törvénye ezzel kapcsolatosan nem helyes, és a világnak, az embereknek a gondolkozása, felfogása ezzel kapcsolatosan időszerűbb, emberibb, közelebb van a mai kor emberének a szükségleteihez. Mindez a durva, vaskos, nyers kifejezés, hogy ne paráználkodjál. Vannak időszakok, amikor az Isten törvénye ellen való támadásoknak, lázadásoknak más és más a célpontja. Például ugye régebben elsősorban az Isten létezése ellen volt egy nagyszabású támadás, be akarták bizonyítani, hogy nincs Isten, nagyon sok elmélet született ennek jegyében, és a tudományt, meg minden más ágazatot fölvonultattak, hogy megcáfolják az Istenek a létezését, és meggyőzik az embereket, hogy ma már egy modern ember nem hihet Isten személyében, Istenek a létezésében, mert már a tudomány ezt túlhaladta, és, és ez, ez, az Istenbe már csak olyan emberek hisznek, akik nem haladnak a világgal. Lemaradtak régi kornak, a csökevényei és, és e, e, hamis tudattal rendelkeznek, egy öncsalásnak az áldozatai, és így tovább. Azt gondolom, hogy sokan hallottuk ezeket a megállapításokat, és hála Istennek, hogy azóta e, eltelt sok-sok év, és ma is az Istenbe vetett hit népszerű, és egyre többen hisznek Istenben. Voltak korszakok, amikor a támadás az Isten törvénye ellen a hetedik parancsolat ellen irányult. A mostani szex forradalom vagy a bibliai formában nevezve szexuális erköstelenség, ez nem újdonság. Régebben is jellemezte a történelmet, sőt folyamatosan kísérte a világtörténelmet. És voltak olyan időszakok, amikor a szexuális erkölcstelenség, vagy mondjuk szexuális forradalom kitört, felszínre tört, és széles társadalmi rétegeknek a magatartását megváltoztatta. Általában, amikor szexuális területen változások, illetve forradalmak zajlanak, a Biblia útmutatása szerint utána, korszakváltás következik, és ezeket a korszakokat, a régi korszakra gondolok, elsősorban Istennek az ítélete zárja le, majd elindul egy újabb, éra újabb korszak, amikor is újra az embereknek be kell rendezkedni egy új elvek, új filozófiák alapján a Földön, és elindul az élet, és újra alakulnak, megvalósulnak az erkölcsi normák az embereknek az életébe, és elhagyják azokat az időszakokat, amelyeket az erkölcsi normáknak, értékeknek a széthullása jellemezte. Ilyen volt például a Noé-nak az időszaka is. A vízözön előtt az egész világot egy szexuális forradalom rázta meg, ráadásul olyan mértékben, amilyen mértékben még talán azóta sem kerül sor. Ugye itt egy kérdező rákérdezett erre, hogy az, az angyalok is lejöttek az emberekhez, és e, szexuális kapcsolatot létesítettek emberekkel, és ennek következtében új e, e, fajok is keletkeztek, amelyeket e, óriásoknak ad vissza Károly Gáspár. De ennek a kornak az lett az eredménye, hogy a, a szexuális gátlástalanság szexuális erkölcstelenség következtében erőszakkal, gyilkossággal telt meg a föld, és az emberek teljesen elidegenedtek az eredeti rendeltetésüktől, Istennel szembe fordultak tudatosan, és ezt a korszakot zárta le Istennek az ítélete, és kezdődött el utána egy új korszak. De már az új korszakban is megmutatkozott, hogy az az erkölcstelenség, ami a Noé világát, az ősvilágot jellemezte, az tovább él. Ugye erre a bizonyság szodoma és gomora. És igazából szodoma, gomora is elmarad volna, megmarad volna, nem büntette volna meg Isten, hogyha nem gyakorolt volna erőszakot lóttal, vagy az Istenek a képviselőivel, ugye közvetlenül az Istenek a beavatkozását, ez a fajta agresszivitás, szexuális agresszív propaganda váltotta ki, és beavatkozott Szodoma Gomorának az életébe Isten, és azóta is, ugye Szodoma Gomora az erkölcsi, illetve a szexuális erkölcstelenségnek egy mementójává vált, amely kifejezi azt, hogy Isten örök érvényűen ezt a fajta magatartást nem hajlandó elfogadni. Később is az Izrael és Júda történetében is látjuk, hogy akkor volt az ország ponton, amikor szexuális erkölcsök, normák föllazultak, széthullottak a családok, házasságok, elfogadottá váltak olyan magatartások, amelyek szemben álltak a törvényel, Istenek az akaratával, gondoljunk Akhábi Izabel idejére, de a Júda későbbi korszakaira is. Ezt is Isten Visszautasította, nem fogadta el Izrael és Juda részéről sem. Jézus koráról is elmondható, hogy nem állt az erkölcsösségnek a magaslatán, csak gondoljunk Heródesre, ugye pontosan a keresztelő Jánosnak a halála, egy, 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 egy szexuális erkölcstelenség ügyével volt kapcsolatban, hogy beavatkozott keresztelő János, ugye szerintünk jogosan, a Biblia szerint jogosan a királynak és a szeretőjének a magánéletébe, privát szférájába, és megintette Heródás, hogy nem szabadna együtt élnie ezzel a hölgyel, a testvérének a feleségével, és ennek következtében a hölgy ugye annyira megszívta magát haraggal és gyűlölettel, hogy a legfőbb vágya, életcélja, a legfőbb vágya életcélja az vált, hogy a keresztelő Jánost elküntesse a színről, és sajnálatos módon manipuláció eredményes, eredményeképpen sikerült ezt elérni Heródesnél. A római birodalom bukását is több történész, főleg a régebbi történészek összefüggésbe hozzák az erkölcsi válsággal, különösen szexuális területen mutatkoztak meg ezek a válságok. Ezeket azért mondom, mert ugye az egyik eh, 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 címkéje a szexuális forradalomnak a modernség. Ugye, amit felsoroltam csak röviden, vázlatosan, az is mutatja, hogy a szexuális erkölcstelenség nem modern, hanem régi konzervatív dolog. Mindig is ez jellemezte az embereknek a magatartását, kísérte, különböző mértékben, és ahogy utaltam rá, természetesen volt, amikor a képmutató erkölcstelenséget ki kifosztotta, legalábbis leszette a képmutató erkölcstelenségről a fügefa leveleket, a nyílt erkölcstelenség, és akkor felszínre tört, hogy az erkölcsi, szexuális erkölcsi válság az mindig is jelen volt a történelemben. A názereti Jézus Krisztus ezzel kapcsolatosan azt mondja, hogy a mesiás visszajövetele előtt, a Földön hasonló állapotok alakulnak ki, mint a Noé idejében, vagy Szodomában és Gomorában. Ez az egyik előjele lesz a mesiás visszajövetelének, az Isten beavatkozásának, hogy hasonló, mondja Jézus, hogy hasonló módon fognak történni a dolgok, mint Noé idejében, vagy Szodoma idejében, és ezért Említi Jézus a Lutnak a példáját. Tehát ez is mutatja, hogy ezzel a történelemnek együtt kellett élni mindig is, ez mindig is kísérte a történelmet. A törvénynek a megtartása többnyire egy kisebbséghez, kisebbséghez volt kapcsolva, még Izrael vonatkozásban, akik közvetlenül kapták a törvényt, ott is, hogyha nagyon megvizsgáljuk tényszerűen a dolgokat. Azt kell mondanunk, hogy a, 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 pusztai vándorlás ideje alatt és a Józsói ideje idejére vonatkozóan lehet beszélni arról, hogy a törvényt megtartották Izraelnek a fiai, de utána már mint nemzet, nem, nemzeti szinten nem történt meg a törvénynek a megvalósítása, tehát a tíz parancsolat soha nem tudott megvalósulni. Most, hogy a tíz parancsolat nem tudott megvalósulni, akkor ez mit azt jelenti, hogy dobjuk félre a tíz parancsolatot, tegyük félre az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy megfeleljük Istennek a normáinak? Nem, távol legyen. Ugyanis a tíz parancsolat a különböző passzusai, tiltásai, nem csak jelen idő, ugye magyar úgy adja vissza, hogy ne kövessel házasságtörést. De az eredeti kifejezés jövő időt használ, azt mondja, hogy nem fogsz elkövetni házasságtörést. Tehát maga a tilalmak, azok vagyis a tíz parancsolat nem csak tilalmakból áll, hanem előre jelzésekből is áll. Azt jelenti, hogy ezek az erkölcsi normák meg fognak valósulni. Mert a názereti Jézus azt mondta Máté evangélium 5. fejezetében, hogy az ég és a föld elmúlik, de a törvényből egyetlen ióta veszősen múlik el, míg, míg benne teljesedne. Tehát a hetedik parancsolat is be fog teljesedni, és éppen ezért a törvénynek nem konzervatív jellege van, hanem futurisztikus jellege van, és ha modernséget kellene használni, akkor inkább a törvényre vonatkozik az, hogy modern, olyan modern útmutatás normákat tartalmaz, amely az Isten előrejelzése szerint a jövőben fog beteljesedni, ugyan a múltban bizonyos kisebbségek igyekeztek ezt megvalósítani, de ha mélyen megnézzük a tíz parancsolatot, az Izrael fiainak, az Ószövetségi Izraelnek sem, de az egyháznak sem sikerült tömegméretekben széles rétegekben ezeket a normákat megvalósítani. De tehát a tiltás az nem csak a jelen időre vonatkozik, ez nem azt jelenti, hogy a jelenben védkezhetsz, hanem e, e, igyekezned kell már, hogy a jelenben is Isten tökéletes akarata szerint éljél, de a, azért, mert úgy látod, hogy a többség életében a tíz parancsolat nem működő képes, és most már az emberek úgy tűnik, hogy belefáradtak az, az erkölcsi normákkal való ö, bajlódásba, és úgy gondolják, hogy el kell indítani egy olyan kultúrát, egy olyan hullámot, hogy ezeket az erkölcsi normákat végérvényesen le kell rombolni az emberi gondolkozásban, hogy felszabaduljanak az emberek a bűntudat alól, bűnérzés alól, és a szexuális életüket élvezzék és ne tapadjon ezzel kapcsolatban bűntudat, bűnérzés a lelkükben. Tulajdonképpen a mostani hullámnak ez a célja. De ezzel szemben tehát hangsúlyozni szeretném, hogyha úgy is tűnik, úgy tűnik, hogy a többségnek ez az álláspontja, mert hisz az embereknek a nagy része úgy gondolja, hogy szexuális területen legalább azt gondolhatok, amit akarok. Úgy beszélhetek arról, erről, ahogy én akarok. És azt tehetem ezen a területen, amit én akarok, ez privát, magán, szigorúan magánügy, senkinek semmi köze nincs ehhez. Ugye ezzel szemben áll a törvény, amely azt mondja, hogy Istennek nagyon nagy köze van a házasságothoz, nagyon kö, nagy köze van a, a szexuális élethez, és beleszól a házasságodba Isten, beleszól a házas életedben, beleszól a szexuális erkölcsödbe Isten. És annak ellenére, hogyha, hogy ez visszautasítja a többség, ennek ellenére, ugye az elmúlt időszakban is, és most is az emberek reménységgel néznek ezekre a normákra, mert ezek egyben proféciák, előrejelzések, tehát azt jelzik, hogy előbb-utóbb, de ez meg fog valósulni, ez fogja meghatározni inkább a jövőt, mint az ellentéte. Ez azért nagyon fontos ö, 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 tudomásul benned, mert ha mindenki a hetedik parancsolatot fölrúgja, ez nem azt jelenti, hogy neked is fel kell rúgnod. A szexuális erkölcstelenséggel kapcsolatosan nézzük meg Pálapostolnak a magyarázatát, amely a római levél első fejezetében található meg. Ő az erkölcsi válságot, és ezen belül a szexuális erkölcstelenséget az emberek értékválságával, identitásválságával hozza összefüggésben. Azt mondja Pálapostól, hogy az egyik oka ennek a válságnak az örökké való Isten dicsőségétől, Való elszakadás, illetve elidegenedés. 23. verszaktól olvasom Pálapostolnak a megállapításait, amit ugye e, Isten igéjének tartunk. És az örökké való Istenek a dicsőségét fölcserélték a mulandó embereknek, madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak a képmásával. Annak okáért adta is őket Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték, és szolgálták a teremtő helyet, aki mind örökké áldott, ámen. Annak okáért adta őket Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő az, hogy népeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre, hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal förtelmeskedtek, és az ő tévegésüknek méltó jutalmát elvették önmagukban. Tehát nagyon-nagyon nyersen fogalmaz Pálapostól erről a jelenségről, de nézzük meg, hogy mi, tehát tulajdonképpen Pálapostól egy szexuális forradalmat ír le, és azt állítja, hogy az ilyen szexuális porodalmi hullámoknak az oka az, hogy az emberek elidegednek az örökkévaló Istentől, tehát legfeljebb csak formálisan hisznek Istenben, csak az Istennek a fogalmát tartják meg az elméjükben, de az Istennek az ismerete nincs meg a szívükben. Az Isten ismeretének a hiánya az ember szívben, az nagyon nagy változást hoz létre, negatív változáshoz létre az embernek az identitásában. Ugye ez elmúlt összévetelen is utaltam arra, hogy az emberi identitás az összetett. Az első legfontosabb identitása az embernek az, hogy az ember szellemi lény, Istentől függő, Istennek teremtett lény, aki az Istenben tudja megtalálni azt, ami hiányzik belőle, mert... Az ember az Istennek a képmása, és ilyen módon, tehát egy láthatatlan, egy, egy megismerhetetlen Istennek a földi kiábrázolója, és ezt a fajta pozícióját az ember akkor tudja betölteni tartalommal, hogyha közelebb kerül ahhoz a valósághoz, vagy annak a valóságnak a jelenlétében lép, amit a léte, a mi volta jelez. Az emberi mi volt pedig az Istenek a létét jelzi, és ezért az emberi létezés tartalommal, lényeggel, élettel az Istenek a jelenlétében tud megvalósulni. Az Istenek a jelenlétében kapja meg az ember azt, ami az embert boldoggá teszi, és az embernek úgymond üdvösséget ad, képesé teszi az embert nem csak a földi életre, hanem az örökkévalóságban zajló mennyei életre is. És az emberi élet elhívása, az emberi földi pályafutásának igazából ez a végcélja a Biblia szerint. A földi élet az csupán egy rövid állomás az emberi sorsban, egy 80 éves, 90 éves itt tartózkodás, ideglenes itt tartózkodás a Földön, de igazából az embernek a sorsa az az valóságban zajlik, és az örökké valóságban örökké valóság neve, név is jelzi, hogy a sorsa sokkal több időt, ö, ö, tartamot ölel magába, mint a földi élet. Ezért egyáltalán nem közömbös az embernek, hogy a Földi életének a befejezése után hol foglalja el a helyét az örökkévalóságban. Mert az örökkévalóságnak ugye két pólusa van, az egyik pozitívat jelzi a menny kifejezés, ahol az Istenek a jelenléte van, királyi széke van, Isten uralma alatt áll minden, a másik a pokol, a kárhozat, ahol az élettől megfosztott létezők állnak, amelyek soha nem találták meg életüknek a célját és értelmét, és ennek következtében az örök osztály részük a sötétség, és az isteni javakból és áldásokból való nélkülözés. Tehát ezért az emberi életnek már a Földön is az a legfontosabb feladata, hogy természetesen a földi sors helyes vezetése, igazgatása után, hogy a mennybe is boldog legyen az ember. Ezt a fajta célját az ember csak akkor tudja megvalósítani, hogyha nem idegenedik el Istentől, megőrzi az Istenek az ismeretét, vagy megszerzi az Istenek az ismeretét, és Isten jelenlétében él már a földön. Ha az Isten jelenlétét elhagyja az ember, ezzel szembefordul, és ezt értéktelennek tartja, mintha erre semmi szükség nincsen, nem lenne neki, legfeljebb egy-két bolond szektásnak van erre szüksége, akiket valamilyen sorscsapás sújtott, és ezeknek kitalálták a vallás, hogy vigasztalgassák egymást. De nekem az erősnek, a szerencsésnek, a sikeresnek, a tehetségesnek nincs szüksége ilyen mankóra. Nos, amikor így gondolkodnak az emberek, akkor alapvetően figyelmen, figyelmen kívül hagyják a leglényegesebb vonását, elemét az identitásuknak, hogy ők Istennek a teremtményei, is, mint teremtmények az életüknek a célját és feladatát nem fogják megvalósítani Isten nélkül, vagy Istennel szemben. Tehát Pálapostól ez jelzi, hogy amikor az ember Istennel szemben foglal állást, és letagadja a csillagos eget, a csillagokat az égről, és Istent a mennyből, és saját magát teszi a mindenség urává és királyává, akkor az ember, ember elveszíti a szellemi tudatot, én tudatúvá válik, és világ válik az ember, és ennek következtében az a ruák, amit Isten adott a szellemébe, alantas indulatoknak a szolgálatába fog állni. Az embernek a szelleme akkor boldog, akkor fejlődik, akkor teljesedik be. Ha a, a szellemek urát, a szellemek atyát szolgálja, az pedig az Ábrahámnak az Istenem. Abban az esetben, amikor az ember elszakad és véglegesen lemond Istennek a jelenlétéről és valóságáról, akkor a szellemét alárendeli teremtett dolgoknak, földi, <több> Relatív értékkel bíró értékeknek, valamint személyeknek, állatoknak, élőlényeknek. És ennek következtében az emberi személyiségben diszharmónia áll be, és nem a szellem fogja az embert vezetni, hanem a kívánságok. És amikor az embert a kívánságok vezetik, mondja Pálapostól, akkor az ember fékezhetetlenné válik, ki lesz szolgáltatva a destruktív, romboló vágyainak is, és képtelen, racionálisan, erkölcsösen euh, mérlegelni a vágyainak a, 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 a teljesítéséből származó következményeket. Tehát ezért mondja pálapostól, hogy a szívük kívánságaiban, vannak, vannak kiszolgáltatva, és ennek következtében eljuthat az ember, hogy teljesen kivesz a szelleméből az Istenek a törvénye, Istenek az erkölcsi normái, és semmilyen bűntudatot és bűnérzést nem fog érezni olyan dolgok miatt, amit Isten törvénye bűnnek tart. A bűnös és a gonosz ember között az a különbség, hogy a bűnös ember, ha áthágja Isten törvényét, bűntudat és bűnérzés jön létre, mert még van benne egy gátlásosság. A gonosz ember esetében már ez a bűntudat és bűnérzés nem jelenik meg, hanem jól érzi magát a rosszban, dicsekszik bele, mert a 25. verszakban az igazságot kicserélte hazugsággá. Tehát ami Isten szemében értéktelen, az értékesnek mondja, ami az Isten szemében értékes, az pedig értéktelennek minősíti. Tehát a hetedik parancsolat, az így lesz értéktelenni, értéktelenné, Innyit, rossz, ódivatú, nyers, brutális, ö, 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 kegyetlen, parancsola, embertelen parancsolattá, míg az ő filozófiája és felfogása a szexuális életről lesz az igazság, és le, lesz becsomagolva a modernségnek a, 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 a imicsébe, és ennek következtében képes befolyásokat gyakorolni az emberekre. Viszont Pál Lapostól azt mondja, amikor megtörténik, a törvények ilyen nyílt tagadása, és a törvény ellen a globális lázadás, akkor ez minden esetben szexuális erköstelenségekben fog jelenkezni világ Tehát ennek vagyunk a tanúi, és nagyon sok biblia kutató, ember, teológus, lelkész, pásztor éppen emiatt hangsúlyozza, hogy közel van a názareti Jézus Krisztus visszajövetele, mert azok az apokaliptikus jelek, amelyek a visszajövetelét jelzik a mesiásnak, kezdenek a világon, a világban tapasztalhatóvá válni. Nos tehát, éppen emiatt, egy ilyen, amikor ilyen közállapotok alakulnak ki, akkor egyáltalán van-e értelme beszélni, Arról, hogy mit mond a Biblia házasságról. Van. Éppen emiatt nézzük meg bármennyire is, ezen a területen újra hangsúlyozom, a legnagyobb ellentét talán a Biblia és a világ között a hetedik parancsolat területén van. Nézzük meg, hogy hogyan jött létre a házasság, a házasságnak az intézménye. Először is kérlek benneteket az egy Mózes első fejezet 27. verszakához lapozunk, ugye ö, erről már egy hete egy más értelemben beszéltünk, de most a házasság szempontjából is alapigénk. 27. verszak. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. Tehát Emlékeztek rá, hogy azt mondtuk, hogy az ember eredetiről alkotott kép. Aki tehát az nem eredeti, hanem az eredetiről alkotott kép. Vagy egy más megfogalmazásban az ember az eredetihez hasonló. Tehát ebben a kifejezésben benne van, hogy az ember függő lény, közösségre teremtett lény és a közösség, ami a legfontosabb közössége az embernek, vertikális irányú, Istennel kell neki közösséget tartani, a közösségben élnie, hogy meg tudjon valósulnia benne az igazi és a teljes élet. De itt van egy még egy kifejezés, megállapítás, hogy az embert az Isten férfiúvá és asszonyját teremtette ez pedig azt jelenti, hogy sem az asszony, sem a férfi önmagában, most a természetét nézve, nem képviseli a teljes embert, hanem valamiféleképpen még ezen a szinten is hiány lény. Tehát nem csak az Istennel kapcsolatosan van az embernek hiánya, hanem az emberi mi voltal kapcsolatosan is van az embernek hiánya, mert két különböző nembe Hozta létre az Isten a teljes embert. És ennek következtében tehát meg lehet állapítani, hogy a házasság különböző nemek, nemeknek a kapcsolata közössége. Vagyis az ember, tehát nem csak vertikális szinten kell, hogy közösségben éljen, hanem horizontális szinten is, ha teljes, igazi életet akar élni, teljes mértékben a személyiségét meg akarja valósítani, akkor ennek egy nagyon-nagyon fontos területe, hogy egy férfi és egy nő között közösség, egység jöjjön létre. Tehát Istennel való közösség, és a férfi és a nő közötti közösséget, hogyha szem, a figyelmünk elé helyezzük, akkor látjuk, hogy egy három szög alakul ki. Ez az a úgynevezett hármas kötél, amiről Salamon is beszél, hogy ez a hármas kötél nem szakad el. Tehát az, a házasság a különböző nemiségen alapul. Nézzük meg tovább a második résznek a kielentéseit. Ezzel kapcsolatosan 18. verszak leírja részletesebben a nőnek a teremtésének az előzményei. 18. verszakot nézzük meg most. Monda az Úr, Isten, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt eddig. Tehát Isten látta, hogy önmagában Ádám ugyan látta, hogy mindent jónak teremtett, de Ádámnak van hiány érzete, nem teljes a boldogságban. És utána határozta el Isten, hogy szerez Ádámnak, a férfinek egy hozzáillő társat. Hogy milyen a hozzáillő segítő társ, erre kérdésre akkor kapjuk meg a választ, hogyha megnézzük, illetve megemlékezünk, most nincs annyi időnk rá, hogy hogyan teremtette Isten az Ádámot. Hogy először ugye Isten a földnek az anyagából egy vörös földből formálta ki az emberi testet, majd utána a leheletét, a ruhákját belelehelte a, ebbe az anyagba, és utána az anyag és az Istennek a szelleme találkozott egymással, egyesült egymással, és ennek az egyesülésnek az lett az eredménye, hogy megszületett a nefes, az élő lélek, az ember. Tehát ez azt jelenti, hogy az Ádámnak három fő része van. Szelleme, lelke és a teste. És ha azt mondja Isten, hogy Ádámnak fog teremteni hozzáillő társat, segítő társat, akkor tehát az asszonynak is, a nőnek is, az Évának is nagyon fontos, hogy olyan ö, alkotó részei legyenek, olyan alkotó részekből álljanak, mint az Ádám, mert csak így képes az Ádámmal közösségre és egységre lépni. Ezért az Éva is szellem, lélek és testből áll. Vagyis a férfi és a nő közötti közösségnek a három szintjét jelzi, hogy szellem, lélek és testterületen valósul meg a férfi és nőnek az egysége. A másik nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatosan. felolvasom az Istenek az igéjét, hogy a, hogy a következő eseményeket is lássuk. A 22. verszaktól, és alkotá az Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből asszonyá, és vitte az emberhez. És mondja az ember, ez már csontomból való csont, testemből való test, ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Amen. Nagyon-nagyon fontos dologot tartalmaz itt az elbeszélés. Történetesen nem is annyira az, hogy hogyan teremtette Évát, Isten, hanem az, hogy hogyan ismerte föl Ádám, hogy az Éva, az az segítő társa, aki hozzá illik, aki integrálható ő hozzá. Ezt látjuk, hogy intuitív módon ismerte meg, ugye ez intuitív megismerés, az egy közvetlen megismerés, amikor egy ember, főleg a szellemének a működése által Megragadja egy személynek, egy létezőnek, egy dolognak a lényegét mindenfajta tudományos kutatás és tapasztalat nélkül. Miért fontos ez? Mert ugye ma sokan azt mondják, hogy a házasság előtt kell, ki kell próbálni a hölgyed vagy a, férje, a férfit, tapasztalatot kell szerezni, mert ugye lagva lehet megismerni minden embert, és a próbálkozás idején bújjon ki a zsákból a szök, és éppen ezért próbálkoznak az emberek, de ezzel szemben látjuk már Ádám esetében is, hogy a, 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 az emberhez, a férfihez illő személynek a fölismerése az intuitív képesség által történik, a szerelem az intuitív képességekre épül. Hogy miért fontos az intuitív képesség? Az a, a, az a válaszom, hogy azért. Mert hogyha az ember elveszíti ezt a képességét, és ma már nagyon sokan elveszítik, mert el lehet veszíteni ezt a képességet, különösen, hogyha az ember folyamatosan szexuális nyomások és manipulások alatt állnak, akkor a szellemük elerőtlenedik, elgyengül, a természetes dolgoknak a megragadásában is Passzívvá válik, előtlenné válik a szívük, és ennek következtében nem tudja megragadni a szívük, a másik embernek a lényegét, és nem tudja fölismerni, mint Ádám. Ó, ez már a csontomból való csont, ez már a húsomból való hús. Vagyis mire is, mire jött rá Ádám, hogy ez a nő az én második énem, ez hozzám való, ez hozzám tartozik, ez a nő az én vagyok. Mert a hasonló hasonlód vonz. És Pál Apostol ugyanezt mondja az Efézus beliekhez írt levélben, hogy aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Tehát visszatérve az intuitív képességére, az képességünkre, ezt a képességet az embernek a szelleme hordozza. És ha valakihez jó akaratú tal van az Isten, akkor megadja neki ezt az intuitív képességet, amikor társ választásnak az ideje jön el az életébe. Nem kell próbálgatni, nem kell kipróbálni a partnert, hanem egyszerűen meglátni és megszeretni. Ugyanis amikor az igazi áll eléd, az igazi évád áll eléd, akkor tűzbe jön a szíved, és az egész személyiségedet elfogja borítani a tűz. Hidd el, hogy ennek a legnagyobb szakértője Salamon. Az énekek énekében következőt olvassuk. Énekek éneke, nyolcadik fejezet. Hatodik verszakában, a hatodik verszaknak az utolsó részét mondom, a buzgó szerelem. Lángjai, tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Tehát a buzgó szerelem, az Úr a tűznek a lángjai, Úrnak a lángjai. Vagyis ezt az, azt az intuitív képességet, ami által az ember fölismeri, a nagy őt, az igazit, a valódit, ami hozzá passzol, ami őt teljes mértékben kiegészíti, ami, akinek a megismerése után az ember rádöbben arra, hogy soha nem tudok már ezután nélküled élni. Se fiatalon, se öregkorban soha nem tudok élni nélküled. Tehát ez az az élmény, amelyet megtör ma a szexuális manipuláció az emberekben, mert összezúzza az emberekben az intuitív képességet, és ennek következtében nem ismerik meg azt az emberek, mert a szexuális vonzódás háttérbe szorítja E, azt a fajta szerelmet, amiről Salamon is beszélt, hogy ez a szerelem olyan, hogy, hogy, hogy Istennek a, a, jelenléte létrehozza, begyújtja az embernek a szívét, és ennek következtében az ember azt az emberre, azzal az emberrel már szellemben és lélekben elkezd közösségbe kerülni, egyesülni. Ádámnál és Évánál azonnal létrejött ez a fajta közösség szellemi és lelki szinten, az intuitív megismerés, az azonnal létrehozza ezt, mert fölismeri az ember, hogy ő az, ő tartozik hozzá, és ennek következtében az ember teljes személyisége megnyílik, befogadja az illetőt, és már is a szívében van, lelkében, lelkével van, teljesnek érzi magát, úgy érzi, hogy ami hiányzott belőle, az megvan, és ezek után elkezd ragaszkodni, és megteszi az előkészületeket, hogy ezzel a személlyel összekösse a sorsát, életét, és ezután kerül sor a szövetség kötésre, amely igazából a házasságnak a lényegét fogja képezni. A szerelem az közösség teremtő erő. Férfi és nő között rendkívül fontos, hogy ez megtörténjen, mert ha nem történik meg, akkor az ember nem tud magából kilépni, és képtelen önzetlen szeretetre. Nem képes a kapcsolatát szellemi és lelki szinten fenntartani, megvalósítani, és éppen emiatt, ha ez nem sikerül, testi szinten csak múló kapcsolatok születnek. Tekintettel arra, hogy nagyon elment az időnk, most az összetel végén nézzünk meg néhány kérdést. Miklós Erzsébet vagyok, Korondról, Erdélyből. Két héttel ezelőtt kétségbe esettem, telefonáltam önököz segítségért, mert olyan súlyos trombózis is érte lábamat, hogy az orvosok amputációt határoztak el a kórházban. Néhány napos haladékot kértem, hogyha Isten kegyelmezés beavatkozik, akkor ne kerüljön sor erre súlyos műtétre. Kilenc gyermekem van, szükségem van az egészségre, hogy fel tudjam őket tisztességben nevelni. Örömmel értesítek mindenkit, aki imádkozott, értem, hogy nem lett szükség végül az amputálásra mert a javulás áll be az állapotomba. Hála érte Istennek és Önöknek. 21 éves koromig nagyvilági életet éltem, sok férfit elfogyasztottam, 7 éve cölibátusban élek, vajon vezeklése megtisztított-e a bűneimtől? Nem, ezt nem vezekléssel kell letisztít, megtisztítani, hanem meg kell térni az Istenhez, a cölibátus erre nem gyógyszer. Miért éri ennyi támadás a katolikus egyházat? El akarják venni a költségvetési támogatásunkat, filmplakátokon a nácikkal hoznak összefüggésbe bennünket is önöktől sem, jó, sem jót kapunk? Nem értem a kérdést, én szerintem ez nem valóság. Tehát senki nem támadja a katolikus egyházat, nyilvánvalóan, hogy a pénz osztozkodáskor viták vannak, de ez nem jelenti azt, hogy bárki is támadja a katolikus egyházat. Távoli Indonéziából üdvözöllek szeretettel mindenkit Budapesten. Szeretném, ha elmondanák, hogy bár nagy gonoszság történt itt, amikor a terroristák az egyik szigeten meggyilkolták a turistákat, nagyon sok olyan keresztény is él ebben az országban, akik úgy tisztelik Istent, mint önök. A így számára nem léteznek távolságok. Isten áldja önöket. És Isten áldja meg az Indonéziát, Isten áldja meg Indonéziában élő hívőket. Ezekben a hetekben szinte mindenki lottozik Magyarországon. Érdekelne, hogy Önök is javasolják a híveiknek, hogy így próbálják meg a szerencséjüket. A legnagyobb szerencse az Istenek a kegyelme. Tisztelt Lelkész úr, vajon az abortusz is gyilkosságnak tekinti a Szentírás Köszönjük a válaszát Gergely és Csilla. Igen, a biblia gyilkosságnak tekinti az abortuszt. Kélek benneteket, álljatok föl és hívjuk segítségül az Istenek a nevét. Mennyi atyánk a názereti Jézus Krisztus hatalmas nevében megköszönjük neked a te törvényedet. Köszönjük, hogy ebben megmutattad azokat az, a, a normákat, amelyeket az embernek be kell tölteni ahhoz, hogy a Te jelenlétedbe maradhasson, és a Te életedből, természetedből részesülhessen. Uram, Te tudsz bennünket megváltoztatni! Te tudsz mindenkit megváltoztatni a televízió készülék előtt levők közül is. Kélek téged ad meg, hogy a te igédnek való engedelmesség mindenki számára könnyűvé váljon. Hoz létre olyan változást mindenkinek a szívében, a lelkében, a testében, hogy Istenek a jelenlétét, Istenek az igéjét be tudja mindenki fogadni, és, és a, a te törvényedet mindenki meg tudja tartani kélek áld meg, Uram, Magyarországot, és szabadíts meg ezt az országot, a te tervedre, üdvözítő akaratodra, kegyelmedre, a názareti Jézus nevében. Amen. Kedves nézőim! Ha velünk együtt önök is szívesen tennének országunk szellemi erkölcsi megújulásáért, köszönettel fogadjuk tisztelő adományaikat a képernyő látható bankszámla számra. hogy ne csak a vasárnap, hanem minden nap vidám legyen.